A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Kása István ezredes, a Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandár tábornoka. Nagyon szépen köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Hát már ez, ahogy nekem fel kell sorolnom ennek a megnevezését, már ez is mindig egy feladat. Nem is sok mindent tudok magáról a dandárnak a működéséről, de majd mindjárt egy kicsit jobban képbe kerülünk. Ugye a beszélgetésnek az apropója az, hogy nem olyan régen, december elején, elsőjén nevezték ki dandártábornoknak ide Székesfehérvárra. Mit lehet tudni erről, hova valósi? Kezdjük így nagyon gyorsan az elején. Engedje meg, hogy pontosítsak, dandárparancsnoknak. Ugye a dandártábornok az a rendfokozat, a parancsok pedig ugye beosztás. Ez a kettő néha összefügg. Az én esetemben jelen pillanatban ezredesként töltöm be ezt a beosztást. Hát én gyakorlatilag Tatáról érkeztem, ezt megelőzően én Tatán szolgáltam. Katonai pályafutásomat pedig Hódmezővásárhelyen kezdtem, úgyhogy nekem ez a harmadik helyőrség. És december 1-ével a vezérkarfőnök úr döntésének értelmében átvettem a dandárparancsnoki beosztást, és azóta ebbe a beosztásba szolgálok. Én egy komoly váltáson estem át, hisz katonai pályám során én harcoló alakulatoknál szolgáltam, nőttem fel, illetve szocializálódtam. Az egy picit más világ, és onnan kerültem át ebbe a beosztásba. Maga a dandár, mint szervezet, illetve mint katonai szervezet, gyakorlatilag ez a szint, ez nekem különösebb kihívást, illetve újdonságot nem okoz. Viszont az a feladatrendszer, amivel ez a dandár rendelkezik, amit végeznie kell, ott nagyon-nagyon sok mindent kell még tanulnom, úgyhogy én most egy tanulófázis kellős közepén vagyok. Gyakorlatilag, ahogy mondtam, hogy szokták, kimozdultam a komfortzónámból, és most egy merőben más, számomra új feladatrendszerben kell helytállnom. Ugye mondja, hogy tanulási folyamatban van, és ahogy néztem a tanulmányait, hogy miket végzett, legelőször, amit tanult, az nem egészen a katonaság volt, hanem egészen más irányban indult el, vagy legalábbis én, ahogy néztem. Igen, Kossuth-Lajos és katonai főiskolán kezdtem a tanulmányomat 1992-ben tüzérföldmérőszakon. Ugye ebből a katonai rész volt a tüzér, és tüzérként kezdtem el dolgozni Hódmezővásárhelyen, illetve ami egy pici kötődést ad már a főiskolás éveim során Fehérvárhoz az, hogy a Pirosalma utcában volt akkor a Soproni Egyetem földmérő kara, kijelzett főiskolai kara, és akkor számos alkalommal jártunk ide gyakorlatra, tehát a várossal már főiskolás koromban ismerkedtem, hogyha lehet így fogalmazni. Na ez a földmérőkar volt egyébként, ami megragadta a figyelmet, és az, ami nekem úgy nem kötődött úgy nagyon a katonasághoz. Hány éves korában volt az, amikor így először gondolataiban volt, hogy akkor esetleg a katonaság az, ami érdekelné? Én 16-17 éves voltam, amikor egy gyerekkori jó barátom egy hirtelen ötlettől vezérelve jelentkezett szintén a Kossuth-Lajos Katonai Főiskolára, és akkor ő hétvégente hazajött, akkor mesélt. És akkor először így, ez úgy kósza gondolatként fogalmazódott meg bennem, aztán minél többet olvastam utána ennek a dolognak, hisz akkor még ugye az internet az gyerekcipőben járt. Minél többet foglalkoztam vele, egyszer csak azt tettem észre magamon, hogy ez egy konkrét elhatározássá vált, és 92-ben az érettségit megszereztem, leérettségiztem középiskolában, majd ezt követően jelentkeztem a főiskolára, amelynek egyik része teljesen megegyezett, vagy megegyezik az átlagos civil főiskolával a jelentkezéssel, másfelől pedig ez nyilván egy katonai oktatási intézmény volt, tehát különböző alkalmassági vizsgálatokon egyébként át kellett esni, és amikor ezen túljutottunk, és a felvételi vizsgát is sikeresen teljesítettem, akkor 92-ben bevonultam a Szentendrére, a Kossuth-Lajos Katonai Főiskolára, majd 4 évvel később, 96-ban hadnaggyávadtak. Mi az, ami a leginkább vonza Önt így a katonaságban? Tehát ugye még nagyon fiatal volt, amikor ezt így el kellett döntenie, de milyen hívást érzett akkor, vagy mi az, ami Önnek így a katonaság?
Gyerekfejjel, fiatalon, ahogy mondtam, 16-17 évesen nyilván inkább a vadregényesebb oldala vonzza az embert. Aztán utána, amikor belekerül és elkezd komolyabban foglalkozni ezzel a szakmával, magasabb rendfokozatba, beosztásba kerül, és egyre jobban látja át a rendszert, akkor ülepszik le igazán, illetve szerintem akkor érti meg az ember azt, hogy mit is jelentenek azok a szavak, ami akár a Dandár vagy a Magyar Honvédség alaprendeltetése, vagy Magyarország függetlensége, szuverenitásának, határainak, területi integritásának, illetve magyar emberek biztonságának védelme. Én úgy gondolom, hogy ez is egy tanulási folyamat. Tehát nyilván más, hogy fogalmazza meg az ember a szépségét hadnagyként, más, hogy fogalmazza meg az ember a szépségét mondjuk adott helyzetben itt és most én ezredesként. Tehát ez is változik, de én úgy gondolom, hogy azok az alapértékek, amiket képviselünk, amiért vagyunk, mint szervezet, az én úgy gondolom, hogy tiszteletre méltó, magasztos és szükségszerű. Ugye mondta, hogy a főiskolára jelentkezett, aztán is azt végezte el. Ott a főiskolán mennyire lehet megtapasztalni a katonai létet? Nyilván van azért ugye egy felkészítés, vagy nem tudom, minek hívják gyakorlat, de hogy mennyire tudja azt az a néhány év alatt eldönteni, hogy akkor most jó irányban van-e, és hogy ez tényleg az a katonaság, amit szeretne? Hát az ott nekünk gyorsan eldőlt, hiszen gyakorlatilag az mind a mellett, hogy ez egy főiskola, tehát minden tekintetben megfelelt az akkori korkövetelményeinek, mint felsőoktatási intézmény. Ez bizony egy kőkemény katonai létesítmény volt, tehát mi behívó parancsal bevonultunk, megkezdtük a katonai szolgálatunkat, és mi katonai légkörben nevelkedtünk 4 évig. Én azt mondom, hogy ugye sok civil ismerősöm szoktam mondani, hogy milyen szépek voltak a főiskolai évek. Így visszagondolva én is azt mondom, hogy szép volt, nem feltétlenül csinálnám meg újra. De ott mi nagyon komolyan és jó irányba szocializálódtunk. Tehát ott megtanultunk, hát felnőttünk egy, ugye hát azért 18 és 22 éves kora között azért nagyon sokat változik az ember, és megtanultunk katonának lenni. Nem mindig volt ez könnyű, hisz ugye az ember akkor a leginkább lázadó életkorában is azt hiszi, hogy ő tud mindent a világról. Ott megtanultuk az alázatot, illetve megtanultuk azt, hogy ez bizony egy nagyon komoly, nagyon összetett, nagyon sok elemből álló rendszer, ahol csapatjátékosnak kell lenni, és a rendszer elemeként kell tudni létezni, élni. Úgyhogy mindamellett, hogy főiskola volt, még egyszer mondom, ez egy klasszikus értelmet katonai létesítmény intézmény volt. Mi történt a főiskola után? Hogyan menetelt így a ranglétrán felfele? Hát én Hódmezővásárhelyen kezdtem a pályámat ugye szakaszparancsnokként, majd egy akkori átszervezésnek köszönhetően viszonylag rövid időn belül ütekparancsnok lettem, századparancsnok, hogyha esetleg ez így ismerősebb, ugye a tüzéreknél vannak ilyen kisebb szakmai, más jellegű megfogalmazások. Tehát századparancsnokként, ütekparancsokként dolgoztam majdnem 7 évig. Akkor jött a következő komolyabb átszervezés 2004-ben, akkor gyakorlatilag a tüzérség az én fegyvernemem, ha lehet így fogalmazni, megszűnt. Egyedül Tatán maradt egy tüzérosztály, és akkor több kollégámmal együtt úgy döntöttünk, hogy követjük a fegyvernemet, és váltottunk, és eljöttünk Tatára. Tatán pedig először a Dandártőzsben kezdtem dolgozni, ami ugye a mi karrierpályánk, vagy ívünken, ugye alapvetően két vonal, a parancsnoki vonal, illetve a törzs beosztások, és én úgy gondolom, hogy szükségszerű megismerni mind a két vonalat. Nekem volt lehetőségem 5 éven keresztül a Dandártőzsben szolgálni, és ott nagyon-nagyon sokat tanulni. Majd visszakerültem parancsnoki vonalra. Tüzérosztályparancsnok lettem, ami zászlajszintű szervezet a tüzérségnél. Majd ezt követően az előeldöntésének megfelelően 2019-ben kineveztek a Dandártőzs főnökévé zárójel parancsnok helyettesnek. Ezek azok a beosztások, ahol az ember már úgy tudja, hogy 3-5 év múlva váltani kell. És el is jött ez ugye tavaly, és egyszer csak jött ez a lehetőség, hogy az előjáró úgy döntött, hogy megadja nekem a bizalmat, és magasabb beosztásba dandárparancsokként folytathatom a pályámat. Mi a feladata a dandárparancsnoknak? Hogyan kell elképzelnünk egyáltalán a dandárt? Hogy mekkora itt ez az 51-es, és egyáltalán mit kell tudnunk? Hát nagyságrendileg most nincs is jelentőség a pontos számoknak, egy 1500 fős szervezetről beszélünk körülbelül. Van egy ilyen, hát szinte már szlengnek lehet nevezni a honvédség verkein belül, hogy a parancsok felelős mindenért, amit megtett vagy megtenni elmulasztott.
Tehát gyakorlatilag minden tekintetben az én felelősségem az, hogy a szervezet az alaprendeltetésének megfelelően az erőforrások optimális felhasználásával jól működjön. Ez a személyügyi munkától az anyagi technikai biztosításig gyakorlatilag minden területet lefed. Nagyon, nagyon hosszan tudnék erről beszélni, bonyolult feladatrendszer, de nyilvánvalóan ez nem egy személyi munka, nyilván itt is csapat van az ember mögött, és nagyon jó csapat van mögöttem, áll a Jóistennek, nagyon sok szakterületet lefedünk. Nekem gyakorlatilag, ha szabad így fogalmazom, karmesterként össze kell hangolnom ezt a munkát. Én de annyi mindent mondott egyébként, és így tényleg figyelek, hogy azért nem lehet egy könnyű feladat ez. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki egy ilyen pozíciót be tudjon tölteni, mint amit most ön betölt? Hát ugye, hogy is fogom, nehéz az embernek önmagáról beszélni. Hát, hogy is fogalmazom, nyilván kell megfelelő tapasztalat, rutin. Mert ahogy mondottam volt, ez egy nagyon összetett rendszer. Tehát, hogyha csak a számokból indulunk, 1500 fő, tehát most belegondolunk abba, hogy milyen összetett parancsoki struktúrán keresztül lehet jól vezetni ennyi embert, már az önmagában sem egyszerű. Ha mellé rendeljük azt a szerteágazó, nagyon komoly feladatrendszert, amit a dandár magáévá tud, akkor az még inkább bonyolítja a dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenféleképp parancsnoki, illetve törzsmunkában való jártasság az, ami meghatározó. Ismerni kell nem csak a honvédséget, hanem a csatlakozó szervezetek, beszélhetünk itt a társadalmi szervezetektől kezdve a civil szervezeteken át, tehát azt a milliót, ahol a dandár létezik, él. Nyilván számos jogszabályt, törvényt, előírást, tehát egy nagyon-nagyon komplex munka, mind a mellett, hogy még egyszer mondom, csapatban dolgozunk, azért ez kitölti az ember nem csak munkaidejét, hanem napját. Ugye mondta, hogy a tapasztalat is mennyire fontos. Ahogy néztem, az ön életrajzát, volt kint külföldön is teljesített szolgálatot. Hol volt kint, és miért is olyan fontos, hogy mondjuk ez a tapasztalata is megvan, hogy kint volt? 3 alkalommal teljesítettem külszolgálatot. Fiatal századosként századparancsnok voltam Koszovóban, őrizs biztosító századparancsnok voltam. Majd nem sokkal később Irakban szolgáltam. Ott nem parancsoki vonal, ott inkább a törzsmunka oldalán összekötő tisztként ismerkedtem a külszolgálattal, illetve hajtottam végre a feladataimat. Majd 2012-ben már kontingens parancsnokként, önálló parancsnokként voltam kint Koszovóban. Mindegyik jó iskola volt. Fiatal százalosként megtapasztalni azt, hogy mit jelent műveleti területen azt a fajta munkát végezni, ami a lehet így csúnyán fogom, szakmailag sokkal letisztultabb, tehát a mindennapi életünk adminisztratív és egyéb dolgai a háttérbe szorulnak, ott a szakma az elsődleges. Irak ugye az egy teljesen más világ volt, ugye ott a fenyegetettség, illetve az egész millió teljesen más volt. Nyilván azt is jó volt és szükségszerű volt megtapasztalni, az már igazán közel állt ahhoz fajta munkához, amit mi végzünk, végső és szükségszerű esetben, mint katonák. Illetve a harmadik külszolgálatom is nagyon jó iskola volt, hisz ott önálló parancsnokként méretettem meg, ahol gyakorlatilag Magyarországtól távol az állományért felelős önálló parancsnokként kellett fél éven, majdnem 7 hónapon keresztül dolgoznom. Ott ugye az ember ugye átérzi a parancsnok magányosságát, van egy ilyen szlogenünk, hogy ott ugye minden végső döntés, ami vállunkon van, csak nem mindegy, hogy az ember ezt egy környezetben teszi, vagy önállóan Magyarországtól távol egy külföldi ország. Milyen egy ilyen helyen megtapasztalni, hogy ott van egy, hát kicsit veszélyesebb helyen, ugye, mint ahogy most, hála Istennek, Magyarországot nézzük. Hogyan élte meg az ott kinti helyzeteket? Én hiszek, az egyik meghatározó alapkövébe a magyar honvédségnek az a kiképzés. És ha a szakmai alapok és a kiképzés rendben van, akkor én úgy gondolom, hogy nyugodt tud maradni az ember, hisz nem kell azon rágódnia, hogy mit fog tenni, ha, mert tudja. Mert vagy az izmaiban van már benne ez, vagy a fejében, de rendelkezik azzal az ismerettel, tudással, rutinnal, tapasztalattal, készségekkel, ami lehetővé teszi azt számára, jól reagáljon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tanulás, a kiképzés, felkészítés, illetve a szakmai tapasztalat az
nyilván meghatározó, de itt különösen. És hogyha eznek birtokában az ember, akkor én úgy gondolom, hogy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, nem idegeskedik, nem feszült, ami egy parancsnoktól azért nyilván elvárás, hogy képes legyen döntéseket hozni. Amit mondtam, igaz a katonára is, nyilván igaz a parancsnokokra is, más szinten, másfajta tapasztalatokkal, ismeretekkel kell rendelkezni. Ugye mondta, hogy ezek ilyen több hónapos szolgálatok, kiküldetések. Igen. Nem tudom, hogy akkor családos volt-e már, de hogy ezt mennyire nehezen viseli egy katona, amikor ki kell mennie egy ilyen több hónapos szolgálatra? Hát sok mindentől függ, jelentkezik, vagy küldik. Ugye nekem, én egybe jelentkeztem, kettőbe küldtek. Más ez fiatal százalosként család nélkül megélni, más már akkor alezredesként családapaként megélni. Ez is jó iskola. Egyébként ez is fejleszti az ember jellemét, illetve nagyon sok mindentől függ. Ugye még amikor 2002-ben Koszovóval szolgáltunk, akkor még a vonalas telefon, amiről haza lehetett telefonálni, volt az elsődleges kapcsolattartás. 2012-ben már gyakorlatilag minden nap láthattam a fiamat, hisz a Skype-on tudtunk ugye internet segítségével kommunikálni. De maga a feladatrendszer is meghatározó, tehát voltak olyan napok, meg merem kockáztatni hetek, amelyek gyakorlatilag csettintésre teltek el. Voltak időszakok, amikor lassabban telt az idő, nyilván néha az ember hazagondolt. De ez is a szakma része, és ez is azt a fajta fejlődést szolgálja, amire az előbb megemlékeztem, hogy ez is kialakít az emberbe egy tudást, egy rutin, egy készséget, hogy ezt tudni kell kezelni. Van, amikor lehet ezzel foglalkozni és elgondolkodni, mi van otthon, és tudni kell, hogy melyik az a szituáció, amikor ennek nincs helye, amikor a szakmára, a beosztásra, a feladatra kell koncentrálni. Ugye azért azt gondolom, hogy többen szeretnének talán most katonák lenni, mint régebben. Vannak toborzások, egyre többen járnak a toborzásokra. Mi az, ami vonzó lehet a katonapályában ön szerint? Nem akarok és nem is fogok kibújni a válasz alól, de itt is tudnám ajánlani mindenkinek az irányasereg.hu oldalt. A Honvédelmi Minisztérium, illetve a vezérkar tavaly február óta egy intenzív toborzó kampányt folytat, és ezeken az oldalakon nagyon sok olyan anyagot lehet találni, ahol egy kicsit kötetlenebb, könnyedebb stílusban fiatal kollégák elmondják ennek a szakmának a vonzó, pozitív vonásait, illetve elmondják saját véleményeket, hogy miért szeretnek katonák lenni, és miért ajánlják ezt másoknak. Ebből a szempontból én őket sokkal hitelesebbnek tartom, hisz én a magam 50 évével már sokkal nehezebben tudok szerintem szólni egy 16-17 éveshez, mint mondjuk az ő korosztályuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok az alapértékek, amiket magunkénak vallunk, a bajtársiasság, az összetartozás, a csapat, az a védelme, stb. Ezek ilyen evidensnek hangzó dolgok, amiket meg kell tanulni, megélni, ahogy mondtam, volt. Most ezek a toborzó filmek, lehet így fogalmazni, pedig megpróbálják lefordítani a mai fiataloknak, illetve én úgy gondolom, hogy ők sokkal autentikusabban tudják megszólítani. Szoktunk is kritikát kapni, hogy nem katonás. Nem nagyon katonás, ez vitathatatlan, de talán könnyebb így megszólítani egy fiatalt, aki civil, akinek semmi kötődése nincs a honvédséghez, talán befogadóbbak ez iránt a nyelvezet vagy stílus iránt, de ott én szerintem nagyon korrekt módon össze van foglalva és lefordítva, hogy miért jó katonának lenni. És akkor hogyan lehet valaki katona? Tehát, hogy elmegy mondjuk egy ilyen toborzásra, felkelti az érdeklődését, jelentkezik, mi történik utána? Jelentkezni kell, alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, be kell vonulni katonának, nyilván ez időszaktól, feladattól, helyőségtől, nagyon sok mindentől függ, és az első lépcsőfok az alapkiképzés, ami most átdolgozás alatt áll, egy 6-7-8 hetes időintervallumot jelent, alapvetően, ahol, mint a nevében is benne van, azokat az alapképességeket tanulják meg a leendő katonák, ami ahhoz kell, hogy majd később erre építkezve elkezdődhessen a szakmai felkészítésük. Milyen fizikummal kell rendelkezni? Tehát van-e valamilyen elvárás, hogy milyen így van, legyen? Pontos számadatokat most sajnos nem fogok tudni, mert erre nem készültem, de
3200 méter futás, felül és fekvő támasz hármasba mérettettek meg a leendő kollégák. Szerintem racionális mérőszámok, illetve idők, illetve ismétlés számok vannak meghatározva, de azért illik erre készülni egy kicsit. Hogyha a folyamatokat nézik, akkor mondjuk valaki átesik egy a kiképzésen, meg hát katonának kiképzik, meg tanulmányaira is halad előre, akkor utána hogyan döntődik el, hogy merre fele kerül, hogy hol kezd legelőször? Már, hogyha a konkrét elképzeléssel érkezik a tolgozó irodába, akkor az már lehet egy irány, hogy ő helyőrségileg esetleg valamelyik szakma iránt érdeklődve kívánna csatlakozni a honvédséghez. Ha is amennyiben lehetőség van, akkor nyilván megadják ezt neki, ha éppen adott pillanatban valamiért ez nem működik, akkor alternatívákat ajánlanak a toborzó kollégák számára. És ahogy mondtam, először az alapkiképzésen kell átesni, majd utána kezdődik a szakfelkészítés, ami fegyvernemtől, beosztástól függően a viszonylag rövidtől nagyon hosszú, több hónapig tartó kiképzésig terjedhet. És akkor még az egyéni felkészítésről beszéltünk csak, és akkor utána jön a kötelék, amikor egy adott kötelék állományába kerül, a csapatba kerül ugye a kolléga, az alegységhez, ahol utána már a alegységszintű felkészítéseket csinálják, és ezt rotációs jelleggel évről évre visszatérően, adott feladatra felkészülve, ismétlésszerűen, vagy hogyha új emberek, új katonák érkeznek, akkor nyilván az ő beillesztésük érdekében. Tehát ez onnantól kezdve egy folyamatos, ciklikus kiképzést jelent. Hogyha Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandárt nézzük, akkor itt mi a feladat? Tehát, hogy mi ennek a dandárnak a feladata? Hát az egyik is meghatározó fő feladat a Magyar Honvédség híradó és kommunikációs rendszereinek az üzemeltetése. Úgyhogy nagyon akarom egyszerűsíteni. A megnevezés másik fele pedig a parancsnokság, illetve a vezető szervek működésének biztosítása. Tehát gyakorlatilag mind Fehérváron, mind Budapesten mi vagyunk az a dedikált szervezet, aki a parancsnokságok minden irányú működését biztosítják, lehetővé teszik. Hát nem kis feladat akkor tényleg ennek a parancsnokának lenni. Hogy érzi magát egyébként így ebben? Most már több mint egy hónap eltelt, hogy ezt a pozíciót betölti. Hogy érzi magát itt? Köszönöm, jól. Én mindig is hittem abba, hogy időnként a komfortzónánkat érdemes, sőt, el kell hagynunk. Én most ebbe a cipőbe eléptem, és én úgy gondolom, hogy az előző életemben, lehet így fogalmazni, elég sok időt beleöltem, és most egy új szituációba találtam magam. Ahogy mondtam, én tanulok nap, mint nap. Ez egyfajta megújulást hozott, én úgy gondolom. Jól érzem magam benne, de nagyon komoly munka áll még előttem, hogy olyan szinten ismerjem a dandár működését minden szegmensét tekintve, és állományát, talán ez a legfontosabb, ahogy egy parancsnoktól elvárható. És ugye az is fontos ennek, hogy azért megismerje a lakosság is, hogy ki igen. Is ön valójában. Igen, igyekszem az irányú kötelezettségeimnek is maradéktalan eleget tenni. Mit lehet tudni egyébként így a magánéletéről, hogy a családja is jött, gondolom, önnel, vagy nem tudom, hogy még kell ezt elképzelni? Még nem, de gyakorlatilag szerintem ez rövid időn belül be fog következni, hogy családilag fogunk itt Székesfehérváron megjelenni, most jelen pillanatban még Tatáról lehet, hogy bejárok dolgozni. Hát mondjuk lehet, hogy onnan is egyébként meg lehet ezt oldani, hogy Tatáról jár be. Igen, de valószínű, hogy rövid időn belül költözünk. Gyermekei is vannak, hogyha jól tudom. Kettő gyermekem van, így van. Mennyi idősek ők, mit lehet tudni? A nagyfiam 13 éves, a kislányom 7. Ó, hát akkor a fiú, egy fiú is a családban. Hát hogy ne, úgyhogy ő. Mi az, amit lát így a katonaságból és önből? Tehát, hogy már esetleg mondja, az 13 éves, ugye, hogy... Volt olyan időszaka, amikor nagyon próbált katona lenni, vagy játszott a gondolatainkkal, fogalmazzunk így. Most annyira nem érzem rajta az érdeklődést, de én nem presszionálom. Én várom, hogy ő érjen fejben. Engem sem, hogy is fogalmazom, befolyásoltak túlzott mértékben a szüleim, volt mozgásszabadságom, én ezt neki is megkívánom adni, illetve mind a kettőjüknek természetesen. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Most ugye 13 éves,
még egy kicsit olyan szeleburdi, még szerintem ő maga sem tudja, hogy mit szeretne. Nem tudom. Valahol érdeklődve várom egyébként, hogy mi fog ebből kiderülni. Hát jövőre döntenünk kell, hisz 8-os lesz, és utána ugye középiskolával valamerre el kell induljunk. Úgyhogy most egy ilyen érdekes időszak előtt állunk, nap mint nap várjuk a feleségemmel, hogy hát ha körhonozódik valami gondolat, de még most egyelőre nincs döntés, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye már itt a kiküldetés kapcsán beszéltünk arról, hogy család mellett ez mondjuk mennyire nehéz egy ilyen kiküldetés. Ez nem kiküldetés, de elég nagy feladat ez a dandárparancsnoki szerep vagy pozíció. Ön hogy látja így a család mellett, mennyire tud a dandárra figyelni, vagy a dandárral kapcsolatos feladatokat megoldani? Mennyire jelent ez mondjuk 0-24-es feladatot? Hát leginkább az, tehát hogy röviden akarnék elfogalmazni az. Viszont én hiszek abba, hogy meg kell találni az egyensúlyt a kettő dolog között, mert ha csak és éjjel-nappal az ember a munkájával foglalkozik, akkor elkerülhetetlen, hogy belefárad, kiég. Illetve hát a család is nyilván igényli a törődést, illetve a jelenlétet. És szerintem össze is lehet ezt egyeztetni. Néha kihívásokkal teli dolog, de én úgy gondolom, hogy megoldható, és hiszek benne, hogy szükséges. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és egy kicsit jobban megismerhettük így dandárparancsnokként. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, a köztér vendége Kása István ezredes volt, a Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandárparancsnoka. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.